Üdvözlök mindenkit! Aki már régebb óta követi a csatornát, annak furcsa lehet ez a váltás, ami most történt, de hadd magyarázzam meg mindezt, ami most történt és történni fog. A csatorna kisebb-nagyobb átalakításokon fog keresztül menni, illetve ment már keresztül a Discord szerverrel együtt. Aminek még mindig ott a linkje a leírásban. A csatorna főbb tevékenységeit továbbra is én végzem, azonban most már sok mindenben Barni és remélhetőleg később mások is segítenek majd. Idővel meg szeretném nyitni a csatornát nektek, nézőknek is, olyan szinten, hogy szinkronhangnak vagy bármi másnak jöhessetek, csak hobbiból, ha van hozzá kedvetek is. Kint valaki nagyon-nagyon-nagyon megéli a motorozásnak az élvezetét, ezért bocsánatot kérek mindenkitől. De a legfontosabb és a legszembetűnőbb érdekesség az arculatváltás, ugyanis most már nem az én nevemen fut a csatorna, bár ettől még én csinálom a csatorna munkálatainak nagy részét. A nevem helyett most már Enkyuri névem, mint érdeklődés vagy tudakozás fut a csatorna, és ez jól is hangzik és illik a csatorna hozzáállásához és személyiségéhez is. Célom, és ezen túl most már célunk, mindig is az volt, hogy ismereteket szerezzünk, és tanítsunk titeket is, nézőket, mindezt remélhetőleg szórakoztatóan. Ezek mellett a csatorna dizájnja is megváltozott, és a videók arculata is megfog. Észrevételeiteket komment szekcióban, vagy esetleg e-mailben, de Discordon is, ott a link a leírásba, szóval ide megtehetitek, nagyon szívesen meghallgatok bármit, és az szerint alakítunk a dolgon. Mindig szeretnék fejlődni, és ennek ti is a részesei lehettek, akár itt a komment szekcióban, ahogy már mondtam, akár a Discord szerveren, mindehhez link a leírásban. Sajnos ott még kevesen vagyunk, pedig a Discord a lehető legjobb platforma közös beszélgetésre és csoportos csetelésre. Ezek mellett rengeteg érdekes funkciója is van a programnak. Hamarosan fogunk csinálni egy bemutatkozó videót, mint Enkyuri csatorna, bocsi a kiejtésemért, amiben Barni is megszólal majd, és egy Discord szervert népszerűsítő audiovizuális műalkotást is, és utána pedig igaz iskola mellett, de igyekszünk a régi projekteket folytatni, és újakat elkezdeni. Na meg, van egy régi, lezáratlan történet is, amit nem ártana befejeznünk. Elsősorban csak ennyit szerettem volna. Még sok mindennel fogunk jelentkezni, és sok érdekes videó van tervben, de ezekhez idő kell. Mindenkitől elnézést szeretnék kérni, hogy ennyit kellett várni, és kell is még, de sajnos az idő a legnagyobb hiánycikk a világon, meg az egész univerzumban. Én Darkest voltam, sziasztok!